Szentmise keretében kiszolgáltatom a betegek keretét, azoknak, akik ezt kérik, akik a kegyelem állapotában vannak. És még, hogy bónusz legyen a mai Szentmise a végén, Balázs áldásban is részesítem a testvéreket, hiszen harmadikán Szent Balást köszöntöttük, akik még nem kaptak Balázs áldást, most a Szentmise végén megkapják. És hogy méltó legyen ez a mai közös ünneplésünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, és imádkozzunk egy nagy betegért, akinek a gyógyulásáért ajánlom fel ezt a Szentmisét. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Könyörögjünk! Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes harmadik könyvéből. Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak. Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz. Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilván nincs a tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon, tisztátalan, tisztátalan. Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, és mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másnak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben egy leprás jött Jézushoz, térdre borult előtte, és így kérlelte. Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki. Akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal. Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik. Ám az, alig hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Kedves jó testvéreim! A betegek világnapjára mindig a Szentatya ír üzenetet, amit most nyitott szívvel és lélekkel hallgatunk. Ferenc pápa üzenete a betegek 26. világnapjára. Kedves testvérek! Ebben az évben a betegek világnapjának témáját a keresztre feszített Jézus szavai adják, amelyekkel édesanyjához, Máriához és Jánoshoz fordul. Asszony, nézd a fiad! Nézd az anyád! Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Az Úrnak ezek a szavai rávilágítanak a kereszt misztériumának lényegére. A kereszt nem reménytelen tragédia, hanem az a hely, ahol Jézus megmutatja dicsőségét és ránk hagyományozza szerető végakaratát, amely a keresztény közösség és minden tanítvány életének alapszabályává válik. Jézus szavai elsősorban Szűz Mária édesanyai hivatásának eredetét jelenti az egész emberiség felé. Ő különösen is fia tanítványainak lesz az édesanyja ekkor, és gondoskodik róluk, és kíséri útjukat. És jól tudjuk, hogy az anyai gondoskodás a gyermekei felé magában foglalja nevelésük anyagi és lelki oldalát is. A kereszt kimondhatatlan fájdalma, keresztül döfi Mária lelkét, de nem teszi bénultá. Éppen ellenkezőleg, mint az Úr édesanyja, az odaadás útjára lép. A kereszten Jézus gondoskodik egyházáról és az egész emberiségről. Mária arra hivatott, hogy vegye ki részét ebből a gondoskodásból. Az apostolok cselekedetei, amikor beszámol a Szentlélek pünkösdi nagy kiáradásáról, megmutatja azt is, hogy Mária hozzálátott e feladatának teljesítéséhez, az egyház első közösségében, és ennek a feladatnak soha nincs vége. A szeretett tanítvány, János, az egyházat, a messiási népet jelképezi. Az ő feladata, hogy elismerje Máriát saját édesanyjának. Ebben az elismerésben benne van az is, hogy befogadja őt, szemléje benne a tanítványi lét mintáját, és azt az anyai hivatást is, amit Jézus rábízott mindazokkal a gondokkal és tervekkel, amelyek együtt járnak ezzel. Ő az édesanya, aki létre segíti és szereti gyermekeit, akik Jézus parancsának megfelelően képesek szeretni. Így Mária édesanyai hivatása, minden gyermeke iránti gondoskodása, átszáll Jánosra és az egész egyházra. A tanítványok teljes közössége részesül Mária anyai hivatásából. János, mint olyan tanítvány, aki mindenben osztozott Jézussal, tudja, hogy a Mester minden embert el akar vezetni az Atyával való találkozásra. Tanúságot tud róla tenni, hogy Jézus sok olyan emberrel találkozott,
akik betegek voltak lelkükben, mert szívük gőggel volt telve, és olyanokkal, akik testükben voltak betegek. Ő mindenkinek nyújtotta irgalmát és megbocsátását, a betegeknek fizikai gyógyulást is, mint az Isten országa túláradó életének jelét, ahol minden könnyet letörölnek majd. Máriához hasonlóan a tanítványok nem csak arra kaptak hivatást, hogy gondoskodjanak egymásról. Tudják ugyanis, hogy Jézus szíve kivétel nélkül mindenki előtt nyitva áll. Az Isten országának evangéliumát mindenki számára hirdetni kell, és a keresztényeknek szeretettel kell fordulniuk mindenkihez, aki szükséget szenved, egyszerűen azért, mert személyek, Isten gyermekei. Az egyháznak a szükséget szenvedők és betegek iránti anyai hivatása a 2000 éves története során konkrét formákat öltött, egy sor gazdag kezdeményezésben, amellyel a betegek felé fordult. Elkötelezettségünk történetét nem szabad elfelednünk. Ma is folytatódik szerte a világban. A katolikus szerzetesrendek, az egyházmegyék és kórházaik munkája nem merül ki abban, hogy magas színvonalú orvosi tevékenységet végeznek, hanem arra is törekednek, hogy a gyógyítási folyamat középpontjába az emberi szemét helyezzék. Az egyház azon dolgozik, hogy mindazt nyújtani tudja az embereknek, ami egészségük érdekében lehetséges, hogy megszüntesse a gyermekhalandóságot, és legyőzze a széles körben elterjedt bizonyos betegségeket. Mindenütt azon van, hogy legalább gondoskodást nyújtson ott is, ahol a gyógyítás nem lehetséges. Az egyház képe, mint tábori kórház, ahova befogadnak mindenkit, akiket megsebzett az élet, nagyon kézzelfogható valóság, hiszen a világ egyes tájain csak a misszionáriusok és egyházmegyék kórházai nyújtják a szükséges gondoskodást a nép számára. Az emlékezés a betegek szolgálatában töltött hosszú időre örömre ad okot a keresztény közösségnek, és főként azoknak, akik a jelenben végzik ezt a szolgálatot. Ám a múltra főképpen azért tekintünk, hogy most gazdagodjunk belőle. A múltnak ez az öröksége segít bennünket abban, hogy megtervezzük a jövőt. Például abban, hogy megőrizzük a katolikus kórházakat az anyagias szemlélettől, amely az egész világon az egészségügyet a piac részévé teszi, és így végül kizárja a szegényeket, a beteg személy méltóságát tartsák tiszteletben, és mindig ez álljon a gyógyítás középpontjában. Ezeket az elveket kell követnie azoknak a keresztényeknek is, akik állami intézményekben dolgoznak, és akiknek szolgálatukkal az evangéliumról kell hiteles tanúságot tenniük. Jézus egyházára hagyta gyógyító hatalmát. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Ha betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk Péter és Pál által végbevitt csodák leírását. Jézus adományának megfelel az egyház feladata, amely tudja, hogy ugyanazzal a gyengéd és együttérző tekintettel kell a betegekre néznie, mint az Úrnak. Nem feledkezhetünk itt el arról a gyengédségről és kitartásról, amellyel számos család gondoskodik tulajdon gyermekéről, szüleiről, rokonairól, akik krónikus betegségben vagy súlyos fogyatékosságban szenvednek. A családon belül végzett gondoskodás, az emberi személy iránti szeretetről szóló rendkívüli tanúságtétel megfelelő elismerés jár érte, és megfelelő intézkedésekkel támogatni is szükséges azokat. Így ebben az egyházi küldetésben részt vesz minden orvos és ápoló, pap, szerzetes és önkéntes, a családtagok és mindazok, akik betegekről gondoskodnak. Olyan közös felelősség ez, amely gazdagítja hétköznapi szolgálatunk értékét. Szűz Máriára, a gondoskodó szeretet édesanyjára bízunk mindenkit,
aki testében vagy lelkében beteg, hogy támogassa őket reménnyel. Azt is kérjük tőle, hogy segítsen befogadó emberekké válnunk beteg testvéreink irányában. Az egyház jól tudja, hogy különleges kegyelemre van szüksége ahhoz, hogy megfeleljen evangéliumi szolgálatának a betegekről való gondoskodásban. Ezért imádkozzunk mindnyájan együtt az Úr édesanyjához, kitartó könyörgéssel, hogy az egyház minden tagja megélje szeretettel az élet és az egészség szolgálatára szóló hivatását. Szűz Máriát kérjük a betegeknek ezen a 26. világnapján. Segítsen a betegeknek, hogy szenvedéseiket az Úr Jézussal közösségben éljék meg, és támogassa azokat, akik gondoskodnak róluk. Mindnyájukra, a betegekre, az egészségügyi dolgozókra és az önkéntesekre is szívből adom apostoli áldásomat. Vatikán 2017. november 26. Krisztus király ünnepén Ferenc pápa. Halljuk meg hitünket, hiszek egy Istenben. Mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadikon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreink, hitünkből fakadó imádsággal könyörögjünk, és alázatosan kérjük Urunkat testvéreinkért, hogy őket, Urunk, irgalmasan meglátogasd, és a szent kenettel megerősítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy őket minden rossztól megszabadítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy beteg testvéreink fájdalmát enyhítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy segítsd azokat, akik a betegek körül szolgálnak. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy testvéreinket a bűntől és minden kísértéstől megszabadítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy testvéreinknek, akikre kezünket rátesszük, az életet és az üdvösséget megadjad. Kérünk téged, hallgass meg minket. Most a megáldott olaj betegek kenete fölött egy könyörgést mondok, áldást mondok, fohász. Válaszunk a fohászokra, áldott legyen az Isten. Áldott légy Istenünk, mindenható Atyánk, aki értünk és a mi üdvösségünkért fiadat a világba küldted. Áldott legyen az Isten. Áldott légy Istenünk, egyszülött fiú, aki értünk emberré lettél, hogy erőtlenségeinket gyógyítsad. Áldott legyen az Isten. Áldott légy Istenünk, vigasztaló Szentlélek, aki gyenge testünkbe a magad erejét öntöd. Áldott legyen az Isten. Urunk, mélységes hittel megkenjük testvéreinket a szent olajjal. Nyerjenek szenvedésükben enyhülést és gyengeségükben erőt. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Most történik tehát a betegek kenetének a kiszolgáltatása, majd kérem, hogy ahogy szent áldozáshoz szoktak jönni a testvérek, úgy jöjjenek ki, akik a szent kenet szentségét kérik. Feltétele, hogy a kegyelem állapotában legyen, aki fölveszi a kenetet. A homlokunkat és a kezünket tegyük szabaddá, két tenyerünket tegyük fölfelé. Többi testvér helyet foglal, és imádkozunk azokért, akik a Szent Kenet szentségében részesülnek. Testvér,
kérem azokat a testvéreket, akik a betegek kenetében részesültek, álljanak fel. Fölöttük kitárt karral egy áldást, egy könyörgést mondok. Urunk Jézus Krisztus, Te magadra vetted emberi természetünket, hogy az embereket megváltsad, tekints kegyesen ezekre a testi-lelki gyógyulást váró gyermekeidre, akiket a Te nevedben megkentünk a szent olajjal. Erősítsd őket kegyelmeddel, vigasztalt segítségeddel, hogy megerősödve legyőzzenek minden bajt. És akiknek a Te kínszenvedésedből részt adtál, bizton remélhessék, hogy szenvedésük érdemszerző, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Most a felajánlással folytatódik a szent misénk. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Kérünk Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket, legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A Te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így a mi veszteségnek tartunk, az üdvösségünkre fordított Krisztus a mi Urunk által. A Te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak Téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan,
mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. És ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk, add, hogy mindig olyan eredelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztus felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Ahogy hirdettem most a Szent Mise végén, akkor Balázs áldásba részesítem azokat, akik még nem kaptak Balázs áldást 3-án. Majd kérem, hogy a szent áldozáshoz járulnak a hívek, úgy jöjjenek ki a Balázs áldásra. Ez bárki fölveheti, nem szentség, gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek egyaránt. Hirdetem továbbá, hogy szerdán hamvazó szerda lesz, megkezdődik a nagy böjt. Ne felejtsük el, hamvazó szerda szigorú böjti nap. Hús nem eszünk, 3-szor étkezünk, és ebből 1-szer lakunk jól. A nagy böjt péntekein pedig böjti napot tartunk, hús nem eszünk, így jövő pénteken is ez lesz. Itt Újhegyen, jövő héten, vasárnap a szokott időben, nagy böjt első vasárnapján, délután 3 órakor lesz istentisztelet, alatta hamvazás lesz. Most fogadjuk a Szent Mise áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Templomodból, Uram, mielőtt távozom, térdre hullva újból fohászkodom, búzból esedezve arra kérlek téged, áld meg családunkat és a távol levőket, a te benned bízva munkája után lát, hullasd munkájára áldásod harmatát, hogyha vész rohan rá, és tőle kér segít, jóságos kezeddel hárítsd el a veszélyt, hogy így napról napra hálatelt szívvel dicsérjünk téged, most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk beteg testvérünk gyógyulásáért, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnnek, bajnak, eloszlatni van hatalmad, kormány ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői már gyermekinek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson elé. Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörög érettünk. Szent Balázs püspök vértanú, könyörög érettünk. Most megáldom a Balázs gyertyát, könyörögjünk. Mindenható jóságos Istenünk, te puszta szavaddal, isteni igéddel teremtetted a világ mindenséget. Azt akartad, hogy igéd, aki által mindent megalkottál, teste töltsön. Te a fölséges és mérhetetlen, félelmetesen dicsőséges és csodatevő Isten rendelted így. A te beléd vetett hitének megvallásával, Szent Balázs püspök és vértanú, minden kínzó eszközzel bátran szembenézve elnyerte a vértanúság győzelmi koszorúját.
Egyéb kegyelmi ajándékaid mellett azzal is kitüntetted őt, hogy a torokbajban szenvedőket meggyógyítsa. Kérve kérünk, ne tekints bűneinkre, hanem az ő érdemeiért és könyörgésére áld meg és szenteld meg ezt a gyertyát. Árazd rá kegyelmedet, hogy mindazok, akiknek a torkát ez a gyertya érinti és benned hisznek, mentek maradjanak a torokbajtól és minden más bajtól. És szent egyházadban, neked hálát adva boldogan magasztalják dicsőségedet és mindörökké áldott szent nevedet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Még annyit hirdetnék, hogy jövő vasárnap az ige liturgia előtt keresztúti ájtatosságot végeznek a testvérek, fél háromtól várjuk szeretettel a híveket. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála!